Nagy Márk vagyok a Szegán Kft-től, és szeretném bemutatni az Everan ER12-es rakodógépünket. Maga az Everan az egy német-kínai közös vállalat, a gyártás az effektíve Kínába történik. Ez az Everan 12-es nevéből is adódik, hogy ő egy 1200 kilós terhelhetőséggel bíró, tehát maximális emelési képességgel bíró gép. Hogyha itt az elejét nézzük, láthatjuk, hogy ez eurós felfogatású a technika, eurós az eszközcsatlakoztatás. Egyébként, hogyha a maximális emelési képessége magasságba az 3,1 méter. Ettől vannak nagyobb, kisebb gépek is az Everan kínálatában. Tehát maga a kormányzás az derékcsuklós, motorba pedig egy 4 hengeres 50 lóerős motor, ami ebbe a gépbe van. A derekánál billenés nincsen, ezért a hátsó tengelyben van egy királytengely, és akkor ott szépen ott van egy királytengely, és akkor a körül szépen tud elfordulni. Egyébként az összes gépbe, ami fülkés, azon van vízmelegítő is. Éppen itt van a levegőszűrője a technikának. Ez a gép éppen egy klíma nélkül, de vannak klímás változatok is, amennyiben az ügyfél szeretne. Viszonylag széles kerekekkel van szerelve ez a 205-70-16-os, ezek a traktormintás kerekek vannak a gépen. A pillanatra itt megnézzük a motornak a másik oldalát is, tehát itt generátor az erről van, tehát ide lenne egyébként a klíma is felszerelve. Hát egy egyszerű 4 hengeres motorról van szó. Tehát, mint mondtam, eurós eszközcsatlakoztatással rendelkezik. Ez a konkrét gép harmadik, illetve negyedik kört is vezérel, illetve gyors eszközcsatlakoztatással szerel. Tehát itt van ez a munkahenger, és az ott a csapot tudja mozgatni, tehát adott esetben ki se kell szállni. A gépeken van ez a csap, ez pedig arra szolgál, hogy tudok választani, hogy a gyors eszközcsatlakoztatást akarom-e működtetni, vagy a plusz kört. Tehát, hogyha például egy trágyavillát, tehát hidraulikus trágyavillát akarok, vagy 4:1-ben nyitható kanalat szeretnék üzemeltetni, akkor ezt át tudom váltani, miután csatlakoztattam. A gépekhez alapból egy körmös földkanál jár, minden Everan géphez, nagyjából 0,5-0,53 köbméteres, maga a gép szélessége itt pedig 1700 mm, tehát 1,7 méter a gép teljes szélessége. Nézzünk be, hogy bent milyen, mit raktak össze ezek a gyártók. Tehát maga a kormányoszlop az billenthető, itt van egy kar, ebben tudjuk billenteni. Itt a kijelző, ez a tolatókamera, azt mindjárt ki is próbáljuk. Illetve az irányváltás, az itt van a joystick, és a joystickon van egy elő, egy hátra menet, meg egy előre, illetve van egy üres állás. Arra figyeljünk oda egyébként, hogy ezek azért nem terhelés alatt kapcsolhatóak, hanem ezt minden esetben álló helyzetbe kell kapcsolni. Egyébként itt van még két kar, az egyik ez a harmadik, ez pedig a negyedik kör. Itt a gémen van egy negyedik kör vezérlés. A fűtés az itt kapcsolható, illetve a ventilátor, maga a fűtést az külön hátul motortérbe tudom rányitni.
Jó, illetve itt villogót tudok, ablaktörlőt, illetve munkalámpákat. Egyébként ezen a gépen például ledes munkalámpák vannak. Itt megpróbáljuk egy kicsit kényelmesebbre állítani. Nézni, és akkor adunk neki egy gyújtást, itt szépen írja is, hogy Everan végig megy a nek a mutatók. 24 voltos egyébként a gépnek az elektromos rendszere, és akkor nézzük meg, milyen egy tolatókamerakép. Itt már kapcsolt, hát itt nem tudom, ez nagyon itt a kameraban nem annyira jól látszódik, de itt azért ott látszódik egy kicsit a gép vége, illetve mögötte a beton. Tehát szépen kapcsol, visszarakom most előre menetbe, és ilyenkor üres a kijelző. Egyébként a műszerfalon is visszajelzik, tehát az F1 forward, tehát egyes, illetve itt a zöld gombbal, tehát ezt nyomva tudom váltani, hogy egyes vagy kettes fokozatban vagyok, tehát van neki egy gyorsabb utazó, illetve van egy egyes, az pedig a munka sebessége. A gépbe egyébként található rádió is, tehát ez a fülkéseknél mind alapfelszereltség, illetve itt van mögöttünk egy kis ventilátor, illetve poroltó. Kicsit beindítom a technikát, és akkor megemeljük, megnézzük, hogy milyen gyorsan emel. Visszaraktam üresbe. És akkor... az pedig úgy van, hogyha ezt a kart teljesen előre nyomjuk, hoppa, és itt meg is akad elől, tehát ilyenkor csak a kanál súlya van magán a talajon. Jó. Nagyon szépen köszönöm a megtekintést, további információkat a szegana.hu honlapon találhatnak.